A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság arra kéri az embereket, hogy lehetőség szerint a szabadban sehol se gyújtsanak tüzet, mivel egy szikra elegendő ahhoz, hogy nagy kiterjedésű lángok keletkezzenek. Ez lehet, akár belterületen is előfordulhat, az ingatlanok közelében a zöld hulladék égetését is ilyenkor lehetőség szerint mellőzzük. És amint hallhattuk és értesülhettünk róla, Tolna vármegye tűzoltó is nagyon gyakran vonulnak ilyen jellegű tűzesetekhez. Idén már, tehát 2024-ben már 103 szabadtéri tűzesethez vonultak hazánkban, mintegy 61 hektárnyi területen pusztítottak a lángok, ez nagyságrendileg 87 focipályányi területnek felel meg, és 187 tűzoltó szert kellett már ezekhez a tüzekhez riasztani. A hőség és a szárazság miatt nem csak Magyarországon nőtt meg a szabadtéri tüzek kockázata, hanem az egész Balkán-félszigeten is. Az Észak-Macedón köztársaság területén komoly erdőtüzek pusztítanak, amelyek megfékezéséhez a balkáni állam nemzetközi segítséget kért. A Magyar Katasztrófa Védelem a kérésre haladéktalanul reagált, július 31-én egy 46 főből és 13 járműből álló tűzoltó csapatot ajánlott fel. Erdőtűzoltó, fecskendők, vízszárító járművek, csapatszárító és drónszárító járművekkel a fedélzeten indult útnak a 17. kerületi Ferihegyi úti raktárbázisból a csapat még augusztus 1-én. Rövidesen meg is érkeztek Skopjébe a fővárosba, ahol az Észak-Macedón védelmi és mentési igazgatóság által meghatározott területeken avatkoznak majd be ezek a különleges egységek. Ők a folyamatos munkavégzés érdekében természetesen sátrakat, fektetőanyagokat és ellátmányt is vittek magukkal, tehát ilyen szinten abszolút önállóan képesek beavatkozni. És ehhez a csapathoz három szexuális hivatásos tűzoltó is csatlakozott, név szerint ő pedig Janher Attila Zsolt tűzoltó őrnagy, Visnyei Adorján Zsolt főtűzőrmester, valamint Kosaras Máté tűzoltó őrmester azok, akik még ezt a csapat, ezeket a munkákat segítik. Tolna vármegyében a hétvége során több településre is kivonultak a hivatásos tűzoltó egységek. Mucsira augusztus 7-én vonultak ki a délelőtti órákban. A felvételre egy időben, augusztus 7-én pedig Mucsi külterületén pusztítanak a lángok, szintén egy erdősávban veszélyben. Tolna vármegye tűzoltói kint a helyszínen találhatók meg, és most is nagy erőkkel küzdenek a tüzek megfékezésében. Augusztus 3-án Koppenyszántó külterületén egy 20 hektáros területen égett búzatarló, ami a mellette lévő erdősávot veszélyeztette. A dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.